Szerda délelőtt zsúfolásig megtelt a Megyeháza Alpár Ignác terme a Diákolimpia döntőjében érmet szerzett megyebeli úszókkal és felkészítő tanáraikkal. A Hódmezővásárhelyen megrendezett versenyen közel 500-an álltak rajtkőre, és 18 szám után szabolcsi úszó nyakába is került érem. A term is 7 arany, 4 ezüst és 7 bronzérem. Egy országos döntőn, egy úszás országos döntőn Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe egy busznyi érmet hazahoztunk, hiszen valóban 7 aranyérmet, 4 ezüstérmet és 7 bronzérmet hoztunk haza, és ezzel valóban egy olyan eredményt értünk el, amelyre azt hiszem, hogy mindenki felkapja a fejét itt az országban. És hát ez a Diákolimpia, többször elmondom, ez mindig az előszobája a versenysportnak, és én biztos vagyok benne, hogy ezekkel a fiatalokkal, akik most diákolimpikonként ezt a gyönyörű sikert elérték, ezekkel a nevekkel még sokszor fogunk találkozni felnőtt versenyeken is. A nyíregyházi Kodály úszói egy bronzéremmel tértek haza Hódmezővásárhelyről. Kodály hosszú évek óta résztvevőjének a Diákolimpiának, hosszú évek óta, talán 5. alkalommal voltunk aranyérmesek egy 4x50-es gyorsváltóba, az idén is 2 lánycsapatunk vett részt ezen a versenyen, és egy tanulónk egyéniben 50 méter mellúszásban. Jó sikerült a verseny, bár az a bizonyos olimpiai arany azért az idén elmaradt, a 3. korcsoportos 4x50-es váltónk 3. lett, és hát az egyik szemünk örült, a másik meg sírt, mert a nagylányok, akik egy újbegynyivel maradtak le a dobogóról, sajnáltuk, hogy nekik, mint kodályos tanulóként ez volt az utolsó versenyük, és nem sikerült a dobogóra fölkerülniük. A fehérgyarmati Fábián Balázsnak meg kellett harcolnia az elsőségért, de végül felállhatott a dobogó legfelső fokára. 100 méteres hátúszásból lettem első, és hát úgy indult először, hogy... Hát, hogy nagyon sokkal voltam, jó idővel voltam benne a döntőben, és utána szorosabb lett a helyzet, és nem sikerült olyan sokkal nyerni, de sikerült megnyerni. A nyíregyházi arany fiú gyorsváltója aranyéremért utazott, és aranyéremmel is tért haza Hódmezővásárhelyről. A váltót nagyon meg szerettünk volna nyerni, és ez sikerült. Egy nagyon jó csapatot láthattunk, mert egy olyan Arany János gimnáziumnak a csapata, aki mindent bele akart adni, hogy megnyerjék a váltót. A Diákolimpiai döntőt követően az A-kategóriás úszók egyesületi színekben versenyeznek tovább, a B-kategóriások pedig már az őszi viadalokra készülnek.